az első és a hátsó lábak között. A lágy részek, a fej és a fülek tövében érdemes minden sétáltatás vagy udvari játék után átvizsgálni a kutyákat, kullancsot keresve. A tavasz és a jó idő beköszöntével ugyanis egyre több felé jelenhet meg a parazita, akár a városokban is. Sajnos nem tudjuk elkerülni a kullancsot. Minden olyan helyen, az udvarunkban, a városokban, a sövényekben, a parkokban, minden olyan helyen, ahol 30 centinél magasabb a növényzet, ott vannak a kullancsok, a madarakkal bekerülnek, és ott elszaporodnak. Egyetlen nőstény kullancs egy nap alatt több mint 1000 petét rak le, óhatatlanul elfertőződik vele minden terület, minden zöld terület, a városon belül és városon kívül is. Korábban évenkénti kétszeri alkalommal, a tavaszi és az őszi szezonban kellett kullancs veszélyre számítani. Az enyhe tél miatt azonban az utóbbi évben kitolódott ez az időszak, itt szinte egész évben számolni kell a kullancsokkal. A kiskedvencek esetében elsődleges a kullancsok elleni védekezés. Ezt korábban cseppekkel, különböző fürdetőszerekkel, valamint sprékkel tették meg a gazdák, de a tapasztalatok szerint egyre kevésbé működnek ezek a szerek. Leghatékonyabbak az új típusú, de drága körvek és tabletták, amik szinte 100%-os védelmet nyújtanak. A kutyák mellett természetesen az emberek is ki vannak téve a veszélynek, több betegséget is terjesztenek a kullancsok, ezek közül a legfontosabb az agyvelőgyulladás. A kullancsipés után, néhány napos, néhány hetes lapongás idő után fejfájással, hányingerrel, hányással jár, és aztán utána különböző idegrendszeri tünetek alakulnak ki. Gondolni kell arra, hogyha kullancsipés volt a közelmúltban, hogy esetleg ezek provokálták ezeket a tüneteket. A másik betegség a Lyme-kor, aminek tünete, hogy két hét után a csípés helyén nagy bőrpír keletkezik, ami nem jár fájdalommal vagy viszketéssel. A Lyme-kor a kutyákat sem kerüli el, bár náluk nehezebben lehet észrevenni a bőr elváltozást, jellemző tünete a láz, bágyadtság, étványtalanság és sántítás. A kutyákra leselkedő másik veszély a babéziózis. A babéziát ez egy ilyen egysejtű vérélősködő okozza, a vörös vérsejtek szétesésével járó, visszatérő lázzal járó megbetegedés. A gazda legelőször azt veszi észre, hogy a vizelete a kutyusnak elkezd besötétedni. Először csak sötét sárga lesz, utána ilyen teljes kávé kólaszerűvé válik. Lehet, hogy a kutya még nem mutat tüneteket, de ez az első jel, azonnal meg kell keresni az állatorvost. Megelőzés szempontjából fontos, hogy kirándulások alkalmával zárt, jól szellőző ruhákba öltözzünk, utána pedig vizsgáljuk át a testhajlatokat, gyermekeknél a hajas fejbőrt és a fülek környékét is. Amennyiben kullancsot találunk, azt azonnal egy hirtelen mozdulattal távolítsuk el, vagy használjunk hozzá különleges kullancseltávolító csipeszt, esetleg fertőtlenítsük a csípés helyét. Sokan megélnek, amikor a kullancsnak a feje benszakad, ez bizony néha előfordul, ez nem okoz veszélyt önmagában, az a benne maradt picike 1-2 mm-es fej, illetve az állkapocs rész, ez ugyanúgy, mint egy szálka ki fog dolgozódni a testünkből 1-2 hét alatt, egy pici kis csomó lehet, de ez el kell, hogy múljon, és a veszély aztán a Lyme-kor vagy a különböző idegrendszeri tünetek megjelenése. Az agyvelőgyulladás esetében védőoltással is védekezhetünk, erről a házi orvosoknál lehet érdeklődni.